Halió, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok ismét az a csatornámon, és hadd mutassok be nektek egy nagyon finom ételt, amit tényleg nagyon gyorsan lehet készíteni. A sajttal töltött rántott sonkatekercset sült paradicsommal tálalva. Gyerünk, nézzük csak meg, hogyan is készül ez a finomság. Paradicsomokat ketté vágjuk, meglocsoljuk olívaolajjal, és friss vágott bazsalikomot szórunk a tetejére, majd berakjuk a sütőbe, kb. Olyan 25-30 percre, és 180 fokra állítjuk be a sütőt. Sonkákat, szép szeletelt sonkát, lehet az gépsonka, bármilyen sonka, kiteregetjük, kemény, félkemény sajttal megtöltjük, és feltekerjük, előkészítjük a panírozáshoz. És a panírozást természetesen liszttel kezdjük, és természetesen nem a morzsával folytatjuk, de a tojást is belegondoljuk a közepén, szóval liszt, tojás, morzsa. Egy kis tejjel fölnyomjuk, ide még sót is rakhatunk bele, vagy pedig bármilyen fűszert, amiket tetszik. Óvatosan bepanírozzuk, úgyhogy mind a két oldalán egy picit lenyomkodjuk, hogy nem folyjon ki a sajt belőle. A serpenyőt feltöltjük negyedik olajjal, és belerakjuk a sonkatekercseket. És nem kell olyan sokáig sütni, figyeljünk rá, hogy ne folyjon ki, és lecsepegtetjük. Amint készen vagyunk ezzel, egyszerre nekiállhatunk tálalni, rukkola salátával, a sült paradicsomok is előkerültek a sütőből, szépen egymás mellé felhelyezzük a tányérra, a megsült sonkarudakat berakjuk középre, kis reszelt sajttal meghintjük, petrezselyem zölddel és friss paradicsommal megtisztítjuk. Hogyha nem iratkoztál még föl, akkor légy szíves, iratkozz föl. Mentsd el és osszad meg egy ismerősöddel vagy barátoddal, hogy egy közös főzés alkalmával ezt meg tudjátok csinálni. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!